Áldás mindenkinek. Továbbra is azt kérnénk, hogy mindenki fogja meg a másik kezét. Van egy dalunk, ami erre a pillanatra, erre a pillanatra jött le ez a dal, és úgy gondoljuk, hogy szívesen énekelnénk ezt most ma itt mindenkinek. Áldással köszöntök én is mindenkit. Íródott egy csodálatos dalunk, és úgy éreztük a teremtő akaratából, hogy ezt ma mindenkivel meg kell osztanunk. Kezembe tartom a Nagy Magyarországunk dobját. Mellettünk a Szent Korona. Én úgy érzem, úgy gondolom, azok az érzések, amik a szívünkben támadnak most. A mindenkinek a hatalmas szeretet járját. Úgy gondolom, hogy ezt a szeretetet kell megtartanunk és megőriznünk, és átadnunk azoknak a testvéreinknek, akik ma nem lehettek itt velünk. Bizonyos okok miatt. De mi itt vagyunk, és akarunk valamit. Amikor akarunk valamit, és az égiek ezt meghallgatják, akkor az beteljesedik, tudjuk a kimondott szó erejével. Fogadjátok nagyon sok szeretettel ezt a dalt, és aki tudja, az énekelje velünk. Csak egyébben lehet, csak áldott közegből, szélekhelyt az, ki majd a fénybe vezet. Sorsodat magyar, el nem kerülheted, isteni örökség fogja most kezed. Sziget lettél a sötétség korában, ősi fénydereng lelked udvarában. Érezd a lángot, ragyogjon sugárban, a megváltás benned, csárás a világban. Tíz a főszerep az élet színpadán, vállalt fel önmagad ezen újkor hajnalán, ezen újkor hajnalán, ezen újkor hajnalán. Áldás. Áldás a világra. Köszönöm.